A magas vérnyomás, azaz hipertónia az egyik legelterjedtebb szívérrendszeri betegség manapság. Gyakran tünet nélkül jelen lehet szervezetünkben, és hirtelen súlyos következményekkel járhat. De van, amikor észlelhető jelei vannak, és ezekre igencsak érdemes figyelni. Dr. Frigy Attila, kardiológus főorvos a mai vendégünk itt a Mozaik rendelőjében. Tőle fogom a részleteket megkérdezni, szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a televízió nézőit. Elsősorban akkor kezdjük azzal, hogy milyen jelekből következtethetünk arra, hogy esetleg magas vérnyomással küzdünk. Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és valóban bármilyen hipertóniával, magas vérnyomással kapcsolatos útmutató ezzel kezdődik, hogy lehet észrevenni, hogy valaki magas vérnyomásra. És azt kell mondanom, hogy a magas vérnyomásnak van egy ilyen elnevezés, hogy a csendes gyilkos, hogy nagyon sokszor semmiféle tünettel nem jár, és sajnos már a szövődményekkel jelentkezik a beteg orvosnál. Természetesen magasabb vérnyomás értékek járhatnak együtt fejfájással, szédüléssel, látászavarral, nagyjából ezek volnának a legfontosabb panaszok, de még egyszer mondom, ezek sokszor nagyon nehéz elhatárolni azt, hogy most ezek a panaszok valami egyéb miatt jelennek meg, és akkor az illető mér magának egy magasabb vérnyomást, és nem lehet tudni, hogy a magas vérnyomás van a panaszok mögött, vagy pedig valamilyen egyéb okból kifolyólag egy vegetatív izgalom keretében belül magasabb vérnyomás. Ezért, mivel hogy nagyon sok esetben minimálisak vagy hiányzanak a panaszok, ezért nagyon fontos a magas vérnyomásnak a szűrése, a screeningje, tehát az, hogy aktívan kell keresni azt, hogy van-e valakinek magas vérnyomása, vagy nincs. Milyen korosztályban jelentkezik? Fiatalok és idősek egyaránt érintettek? Egy picit beszéljünk külön-külön erről a két korosztályról. Nyilvánvaló, hogyha a magas vérnyomás előfordulását nézzük az életkor függvényben, egyértelmű, hogy nagyjából ugyan 50-55 év körül kezd megugrani a magas vérnyomásnak az előfordulása. Ennek több oka van, erről lehet, hogy egy kicsit később, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen akár gyermekeknél is van leírva a magas vérnyomás, természetesen jóval kisebb számúak ezek az esetek fiataloknál. Az úgynevezett epizódikus magas vérnyomásról is szoktunk beszélni, tehát az, hogy valamilyen kontextusban például egy komolyabb pszichés stressz vagy egyéb betegség keretén belül magasabbak a vérnyomás értékek, amelyek aztán később normalizálódnak. Tehát egyértelműen 50-től kezdődik, 50 éves kortól kezdődik a magas vérnyomásnak a robbanása, hogy így fejezzem ki magam. Még egy annyit, hogy nagyon fontos, hogy a magas vérnyomás betegséget tulajdonképpen két nagy csoportra osztjuk. Van az úgynevezett eszenciális, vagy idézővetéve magától megjelenő, természetesen nem magától jelenik meg, mert vannak ennek nagyon komoly genetikai, van egy komoly genetikai háttere, magas vérnyomást különböztetjük meg, és az szekunder magas vérnyomást, amikor egy vese vagy egy endokrin betegség okozza a magas vérnyomást. Ez fiatalokat ugyanannyitra érinti, mint az idősebb korosztály, tehát fiataloknál mindig az úgynevezett szekunder formákat próbáljuk becserkészni, diagnosztizálni. Valamilyen formában megelőzhető a magas vérnyomás? Hogyha igen, akkor hogyan? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Tehát vannak még egyszer olyan betegségek, amelyek keretéből megjelenik a magas vérnyomás. Ilyenkor nyilvánvaló, hogy ez kevésbé lehetséges, viszont az úgynevezett eszenciális, tehát az a bizonyos 50 pluszosoknál megjelenő magas vérnyomás esetén igen, tehát ez egyértelműen le van tisztázva, de ugyanazok a szabályok érvényesek a magas vérnyomás megelőzésére bármilyen szívérrendszeri betegség esetén, tehát életmódi szabályok betartása nyilvánvaló, és itt a három dolog, a mozgás, a táplálkozás és a stressz menedzsment jönne be, illetve nyilván ez a bizonyos screening, tehát minél korábban sikerül a magasabb értékeket diagnosztizálni, annál jobb sanszal sikerül egy komolyabb betegséget megelőzni. Sokan mérik otthon a vérnyomásukat, sokan alkalmazzák a vérnyomásmérőt, azonban nem biztos, hogy helyesen teszik azt. Most ezt el lehetne mondani, hogy hogyan kellene helyesen használni, mik azok a legalapvetőbb hibák, amiket elkövetnek az emberek? Igen, nagyon örülök ennek a probléma felvetésnek, az otthoni vérnyomásmérés, az önvérnyomásmérés problematikájának megbeszélésének, ugyanis nekünk orvosoknak egy óriási segítség ez. Tehát tulajdonképpen én már a praxisomban azt a periódus kaptam el, amikor a betegek érkeztek a vérnyomás értékekkel, és talán mondhatom, hogy szinte minden családban van már vérnyomásmérő,
Viszont tényleg itt is ahhoz, hogy reálisan tudjuk megítélni a szituációt, korrektül kell azt a vérnyomást mérni otthon, és erre nagyon sok útmutató jelenik meg, tehát csak magáról a vérnyomás mérésről több oldalas útmutatók jelennek meg, és nyilván a betegeknek ezt a tudást át kell adni, tehát konkrétabban, tehát a lényeg az, hogy ideális esetben egy fél órával előtte dohányzás, kávéfogyasztás, alkoholfogyasztás, nagyobb stresszhatás ne érje az illetőt, ülő helyzetbe a kar megtámasztva egy asztalon, és akkor történik a manzsettának, ami kar manzsetta, tehát a csuklós vérnyomás mérők csak nagyon kivételes esetben elfogadottak, egyébként karra kérülő manzsettával szükséges az otthoni vérnyomás mérést elvégezni, és utána történik egy-két perc még pihenés ebben az ülő helyzetben kitámasztott az asztalon kitámasztott karral, és akkor történik egy mérés, egy vagy két perc múlva egy újabb mérés, és akkor itt vannak viták a szakorvosok között, a szakemberek között, hogy átlagoljuk a két mérést, hogy a kisebbet vegyük. Én általában a kisebb értéket szoktam figyelembe venni, és ezt lejegyzik egy vérnyomás naplóba a pacienség, és kétszer vagy háromszor egy nap szükségeltetik ahhoz, hogy egy korrektebb képet kapjunk a vérnyomás állásáról. Ez egy nagyon jó információ volt, remélem, hogy hasznos lesz a nézők számára. És most már, hogyha a kávé világnapját is ünnepeljük, ugye, akkor beszéljünk arról, hogy milyen hatással van a legújabb kutatások szerint, vagy az ön tapasztalata szerint a kávé a magas vérnyomásra akár. Igen, szinte nincs olyan kardiológiai kongresszus, ahol ne lenne valamilyen kávéval kapcsolatos új információ. Nemrég jelent meg egy nagy útmutató, egy nagyon komoly szaklapban a kávé kardiovaszkuláris hatására, és egyértelműen a 2-3 csészéig történő kávézás pozitív hatású, tehát nyilván vannak emberek, akiknek van egy bizonyos kávéérzékenység, akiknek gyorsabban dobog a szíve, tényleg kiugrik a vérnyomásuk, nem bírják, de azok, akik jól tolerálják a kávét, azoknak jót tesz az ereik egészségének, jót tesz a kávé. Még tudnánk mondani esetleg pár olyan kerülendő ételt, vagy bármit, amit elfogyaszthatunk, amit, hogyha magas vérnyomással küzdünk, akkor ne tegyük? Tehát nyilvánvaló, hogy a magas vérnyomás a kardiovaszkuláris rizikófaktorok nagy fejezetébe tartozik bele, és ilyen esetekre van egy elég standard prevenciós útmutatás. Tehát ebbe beletartoznak például az étkezési szokások is. Ugye tulajdonképpen egészséges életmódról van szó. Ami minden, ami ezzel együtt jár, nem akarom ezt most különösebben részletezni. Ugye mediterrán diétáról mindenki hallott, van egy speciális ilyen úgynevezett DES diéta, amit speciálisan magasvérnyomásos betegekre lett kidolgozva. A legfontosabb az, hogy még egyszer egy egészséges étrend, tehát zöldség, gyümölcs, rostok, minél kevesebb feldolgozott hús, és így tovább, aztán ez mindenki zsíros dolgok. Talán az egyetlen egy specifikusabb dolog a vérnyomás az a sóbevitel, ugye 5 g sóba van meghatározva a napi sóbevitel, most hát ez egy olyan mennyiség, amit nagyon nehéz sokszor elérni. Nagyon szépen köszönöm, és tényleg remélem, hogy hasznos információkat nyújthattunk a nézőknek, és ezáltal is segítünk a magas vérnyomásos betegeken. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen én is a meghívást.